Na, egyetek már, mert el fog hűlni, már is elhűlt, egyre ígértétek. Ne tessék haragudni, miattam késtünk, nagyon sokáig készülöttem most. Nem is, miattam késtünk, mert sokat beszélgettem az ügynökömmel telefonon. Mitel? Hát az ügynökömmel. És mit csinál az a te ügynököd? Beárul? Nem, ő szervezi a reklámokat, a fellépéseket, meg úgy mindent. A menedzsere megmondja, hogy mit tegyen, hova menjen, kivel, mit csináljon. De Icukám, ezt megbeszéltük már. Valamit, valamiért. És mitől vagy te ilyen kebab? Mamikám, nem kebab. Celeb. Nem is tudsz énekelni. No, de a szakemberek szerint meg de. Hát én hallottalak már, drága fiam, de hát emlékszem, hogy mennyi nevetést, meg könnyet gyűrtünk le a nagyapáddal, mikor bejött a modern talking. Mamikám, az nagyon régen volt, mert azóta már rengeteg víz lefolyt a Dunán. Na, egyed, fiam, mert tinnek kihűl. Babi néni, majd kérhetek ebéd után egy kávét? Miért nem ízlik a nagyon? De csak olyan későn reggeliztem. És neked, majd ha megetted, akkor egy kakaós kávét? Igen, kérek szépen majd. Jó, ha megetted. És Janikám, nem félsz attól, hogy bántani fognak, ha rájönnek, hogy nem olyan jó a hangod? De mamikám, ezek kőkemény producerek, ezek meglátják ki benn mi van. Tudnád, hogy mennyien tolongtak azon a castingon? Min? Azon a válogatáson, ahol engem válogattak be, és Icukát sajnos nem hallgatták meg. Ó, hát pedig Icuka is próbálkozott, pedig azt mondtad, hogy milyen kellemes hangja van. De csak elképzelem, hogy még be se hívtak, pedig ott voltam. Ó, hát biztosan fiúk kell. És akkor már be sem így dolgozni? Hétfőn felmondtam. Nem akarok ilyen egész életemben óvodai mindenes lenni. Hát pedig az legalább egy fix fizetés volt. Mamikám, ezek is fizetnek rendszeresen fizetést. Meglátod, hogy milyen gazdag leszek egyszer. És nem fognak majd hiányozni a gyerekek? Hát majd csinálunk sajátot. Normális vagy? Hát, de minek, kinek, hova, miért? Így elnevelgetnénk, hát elmúltam már 30, meg Icuka se lesz már fiatalabb. Milyen Icuka? Hát hagyjad már, könyörgöm, hát celeb leszel, hát megyünk haknizni, meg turnézni, meg kurvulni, hát lenekösd már magad azzal a csajjal, meg gyereket, ember, eszednél vagy? Hogy lesznek beléd szerelmesek? Hát jó, de arra gondoltam, hogy... De te ne gondolkozzál, majd én agyalok helyetted. Hát de Beckennek is van gyereke, meg Eddie Murphynek. Nekik lehet. Becken hozott egy új hajstílus, berúgott 500 gólt, Eddie Murphy is a Beverly Hills zsaru forgatásán ültette a cumiba a nejét, mert nem volt neje. Majd, hogyha te is hozol nekem 10 millió dollárt, akkor nyugodtan kerülhet bohóc a fiókba. Jó? Hát igaz. Hát persze, hogy igaz, hát én mondom. De arra gondoltam, de hogy, már megint. Hogy attól még lehetnék jó énekes. Jani, a jó Isten áldjon meg, komolyan. Figyelj! Az igazság, Janikám, hogy ha hiszed, ha nem, nem a hangodat fogjuk eladni, hanem az imidzsedet. Hát azért a hangom is fontos. Britneynek jó hangja van? Vagy Madonnának jó hangja van? Há, vagy Jackónak? Neki jó hangja van, kus, figyelj! Hány éves is vagy te? Hát 35, múltam. Nem, kisbarátom, 25. És most legalább 2 évig még 25 leszel, értem? Érted. Egy pillanat, hagyjad, majd én intézem. Maradj itt, mindjárt jövök. Tündike, drága, látom, nagyon dolgozol, figyelj csak! Az igazság, nagyon rossz hónapot zártunk, ezt már reggel óta meg akartam veled beszélni. Hát igen. Hát igen, és az a helyzet, hogy nem igazán engedhetem meg magamnak, hogy asszisztens, meg titkárt, meg ilyen ügyeségeket tartsak. De hát most jelle a próbaidőn. Jó, de nem akarlak kihasználni tovább, nem tudnálak fizetni. De eddig is csak egy 20-as kaptam pont a próbaidő miatt. Ki a kicsit nem becsüli, az kapja be. De hát akkor holnaptól nem is kell jönnöm? Hát nem nagyon. Nagyon nem. Az igazság, jobb lenne, ha most is szépen összeszednéd a kis cuccodat, jó? És rendben, még ezt befejezem. Majd befejezed a vonaton, látom, megszakadsz a munkába. Janikám, segítesz neki összepakolni a cuccokat? Nem kell, csak egy táskám van. Na, aztán majd, ha lesz valami áfa visszaigénylésem, akkor majd utalok neked, jó? Parancsolj be. Tia Kata vagyok, már beszéltünk telefonon. Igen, Olivier. Ő itt Jani, akiről már meséltem. Szia, János. Tia Kata, örülök. Én is örvendek. Annyira ne örvendj, csücsenj le, és akkor mindjárt átrágjuk ezt a próbaidő dolgot, jó? Rendben, köszi. Szia, Janikám!
Hogy szereted, ha hívnak? János, Jancsi, Jani, Janó? Hát szeretem ezt is, azt is. De nincs valami menő beceneved? Töki. De valami menő. Nem, ez nem menő? Nem. Mit szólnál, ha találnánk neked valami fasz a kis sztár nevet? Hol?